Angol tanfolyam zajlik a 6-os és társa nyelviskolában. Hamarosan újabb kurzusok indulnak, melyek az idei nyelvi érettségikre készítik fel a jelentkezőket. Érdemes mindenkinek alaposan tájékozódni, aki májusban és júniusban szeretne vizsgázni az adott nyelvből, hiszen 2017-ben számos komoly változást lép életbe közép- és emelt szinten is. A legnagyobb a változás a középszintű érettségén, ott az A2-es feladatok kikerülnek a feladatok közül, tehát az A2-es szintű feladatok, itt a KER szintekre gondolok, a közös európai referenciakeretre vonatkoznak ezek a számok, tehát nem lesznek könnyebb feladatok, minden feladat B1-es szintű feladat lesz, ez az alapfokú nyelvvizsga szintjét jelenti. Hosszabb szövegek várhatóak az olvasásértési feladatoknál, és az íráskészség feladatnál is egy hosszabb terjedelmű szöveget kell majd írniuk a tanulóknak. A régió legnépszerűbb nyelviskolájának vezetője hozzátette, az intézményben dolgozó nyelvtanárok közel fél éve készülnek a változásokra, melyek nem csak az írásbeli tematikát, de a szóbelit is érintik. Az eddigi például a német nyelvből a megszokott két feladat helyett három feladat lesz, hasonlítani fog az angol, tehát az eddigi angol nyelvi érettségi vizsgához. Most minden élő idegen nyelvből ugyanolyan típusú feladatok lesznek, tehát egy rövid bemelegítő fázis után, ami egy perc, társalgási feladat következik, majd szituációs feladatot kell megoldaniuk a tanulóknak, és az utolsó feladat az pedig egy 5 perces előadás jellegű, referát jellegű feladat lesz. A szakember híradónak azt is elmondta, szerintem minek köszönhető a nyelvi érettségiket érintő szigorítás. Azt gondolom, hogy egy B1-es szintű nyelvtudás, egy alapfokú nyelvtudást jelent, és azt gondolom, hogy ez joggal várható el, hogy a középiskolában, illetve az általános iskolában eltöltött idő után egy nyelvből, tehát a főnyelvből, a letanult 1000 óra után azt gondolom, hogy joggal lehet elvárni, hogy az érettségizők legalább egy B1 szintű tudással rendelkezzenek. Tehát ezt hangsúlyozom még egyszer, ez az alapfokú nyelvvizsga szintjét jelenti. Aki szeretné rendszerezni meglévő tudását és szisztematikusan készülne az érettségikre, az a 6-osnál megteheti, hiszen február 20-án és február 22-én indulnak a különböző szintekre felkészítő kurzusok.